a bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül adja ki a felperes részére az alábbi közérdekű adatokat. A Samsung SD Magyarország ZRT 2131 Göt, Senek István utca 1 szám alatti telephelyén lévő monitoring út vizsgálatának jegyzőkönyveit 2018 naptári évből, a fenti cég fenti telephelyén az alperes által végzett vizsgálatok és lefolytatott hatósági eljárások iratait, amelyek 2018. január 1-e és 2021. november 30-a között keletkeztek. A bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja. A következő kérdés az az volt, hogy amilyen adatok léteznek az alperesnél, azok közérdekű adatnak minősülnek-e. Ugye önmagában az, hogy mi volt ezekben a vizsgálati jegyzőkönyvekben, illetve hogy az alperes az eljárásában milyen cselekményeket foganatosított, ezek kétségkívül a közérdekű adat definíciója alá tartoznak, ugye kivéve, ami esetleg nem tudhatjuk, az ilyen típusú perekben jellemzően nem tudható, hogy a nem tudom melyik határozatnak a harmadik oldal közepén pont van egy személyes adat, valakinek a neve ott meg van említve, de ugye a bírói gyakorlat ebben az esetben is a közérdekű adatok kiadására hívja fel az alperest, és az alperes akkor is megfelelően teljesíti ezt az ítéletet, ha a személyes adatokat kitakarja. Ugye a harmadik és a legérdekesebb kérdés az az, hogy döntés előkészítése hivatkozással megtagadható ezeknek az adatoknak a kiadása. És ebben a bíróság a felperes álláspontját fogadta. Ne értsék félre, nem bagatellizálni akarom, de hogy azt feltételezik, hogy kitör a lázadás gödön, hogyha megtudják, hogy a lítium tartalom az mennyi, vagy hogy valamilyen módon az integritása, a befolyásmentessége, a hatékonysága, a jogszerűsége valamelyik eljárásnak sérülni fog, hogyha ezek az adatok nyilvánosságra kerülnek. És erre az alperes nem tett tényállításokat, ezek hiányában, és ugye tett volna, akkor azoknak ugye az alaposságát azt meg is kellett volna vizsgálni, de nem voltak ilyen tényállítások, és önmagában az, és ez az infotörvényből, és az azon alapuló bírói gyakorlatból is következik, önmagában az, hogy van valamilyen eljárás, amiben ezt fel fogják használni esetlegesen, ez az általános nyilatkozat, ez nem elegendő ahhoz, hogy a mérleget elbillentse, és súlyosabbnak tekintse a közhatalmat gyakorló szervnek az érdekeit a közadatok megismeréséhez fűződő alapjoggal szemben.